Megfelelő fényvédő készítményekkel megóvhatjuk bőrünket a nap káros sugaraitól, hangsúlyozzák a szakemberek. Nem csak a vízpart mellett, a hétköznapokon is lényeges a bőrtípusunknak megfelelő krém alkalmazása a nyári hónapokban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján a következő napokban folytatódik a hőség, és az UV-sugárzás is extrém erős lesz. Minél magasabb egy naptej faktorszáma, annál magasabb fokú védelmet nyújt, mondta el híradónknak Ignác Andrea. A szakember hozzátette, a megfelelő fényvédő kiválasztásában a gyógyszertárak dolgozóitól bárki szakszerű tanácsot kérhet. Az üzletekben, gyógyszertárakban kapható fényvédők nagy része már véd az UVA és UVB ellen is. A gyerekek bőrére azonban érdemes fokozottan odafigyelni. Egyértelmű, hogy a gyerekeket nem visszük ki a tűző napra, de ugye járunk strandra, megyünk a gyerekekkel homokozóba, mindenféleképpen szükség van azért a fényvédelemre, de csak 3 óra után, hogyha megtehetjük, akkor menjünk a gyerekekkel a tűző napra, sapka, vagy akár valami hosszú ujjú kis, könnyű kis felső rész, hogy az egyik legjobb, hogyha tudjuk védeni az ő kis érzékeny bőrüket, sőt lehet most már olyan pólókat is kapni, ami már valamennyire az UV-sugárzás ellen is véd. Ugye a gyerekeknél, ugye minél kisebb, annál fontosabb, hogy milyen minőségű az a napvédő készítmény, amit alkalmazunk. A gyerekeknek, tehát külön megjelölés van már, a napozóknál és a gyerekeknek használható naptejeknél. Ezeknek van vízálló, bírja a homokozást is,